Még szinte el sem kezdődött a világgazdasági fórum Davoszi csúcs találkozója, már is óriási a felháborodás a közösségi oldalakon a rendezvényel kapcsolatosan. A legnagyobb botrányt az egészségügyi világszervezet X nevű betegségéről szóló bejelentése keltette, de voltak jelentős tüntetések is a svájci üdülővárosban, ahová a világ leggazdagabb és legbefolyásosabb elitjét várják az egyhetes rendezvény sorozatra. Üdvözlöm Önöket, a mikrofonnál Kulifai Máté. Ebben a podcast sorozatban rendkívüli cikkek és hírek hátterét igyekszem megvilágítani. Ha kíváncsi a folytatásra, kérem iratkozzon fel a YouTube csatornánkra, amelyet már több mint 52 ezeren követnek, és állítsa be az értesítéseket is a csengőgom megnyomásával. Minden évben januárban rendezik meg a világgazdasági fórum Davoszi csúcs találkozóját, amelyre a világ politikai és gazdasági elitje látogat el, hogy megvitassa a legsúlyosabb problémákat, krízis kérdéseket. Ahogyan az lenni szokott, minden évben készít a szervezet egy kockázati... Veszélyjelemzést 1400 szakértő bevonásával ez idén is megszületett. Az idei nagy horderejű választások révén a rövid távú veszélyek közül a legsúlyosabbnak a dezinformációt látják az elemzők, kifejezetten a mesterséges intelligencia térnyerése miatt, de pár évvel későbbre datálva már a természeti jellegű csapások jelentik majd a legsúlyosabb kihívást. Erről egy korábbi podcast adásunkban beszéltünk részletesebben. Talán a kedves hallgatónak feltűnhet, de nem került említésre a világjárvány kérdésköre, holott az elmúlt években szinte csak ezen volt a fókusz a Covid vírus elterjedése miatt, ám az idei év sem maradt fenyegetőzés nélkül. Az egészségügyi világszervezet adott ki egy újabb figyelmeztetést egy ismeretlen X betegséggel kapcsolatosan, amely szerintük 20-szor lesz majd halálosabb, mint a koronavírus világjárvány. Ez egyelőre egy feltételezés a WHO tájékoztatása szerint a Dix betegség azt jelenti, hogy egy jelenleg nem ismert kórokozó simán tud majd olyan járványt előidézni, amiben 20-szor annyian halnak majd meg, mint a COVID-19-ben. Mindezt a bejelentést a szervezet kifejezetten a világgazdasági fórum Davoszi csúcs találkozójára időzítette. Az egyik előadáson ugyanis felszólal a WHO igazgatója Tedros Adhanom Gebreyesus, valamint az AstraZeneca igazgató tanácsának elnöke a brazil egészségügyi miniszter és a politikai Europe főszerkesztője is. A WHO egyébként egy listát vezet arról, hogy melyek azok a kiemelt kórokozók, amelyek a járvány veszélyes potenciáljuk miatt a legnagyobb közegészségügyi kockázatot jelentik. A Fortune Magazin elemzését szemléző naphíre arról számolt be, hogy ezen kórokozók között szerepel, például az ebola, a krími kongói vérdéses láz, a lasszaláz, a súlyos akut légzőszervi szindróma, ugye ez a SARS-CoV-1, a közelkeleti légúti szindróma, a COVID, a nipagvírus és más henipavírusos betegségek, a riftvali láz, vagy éppen a zika vírus. A következő világjárvány a történő figyelmeztetés már csak azért is visszás, mert még mindig sokan úgy vélik, hogy a Covid világjárvány eredetét övező ellentmondások, arra engednek következtetni, hogy annak kirobbanása, illetve kirobbantása szándékos lehetett. Tekintve, hogy a tavalyi Davoszi fórumon felmerült egy globális megfigyelő rendszer létrehozásának szükségessége a járványokkal szembeni harc jegyében, ezért csak... Kritikus véli úgy, hogy a globális elit most is valami hasonlót tervez, hogy legalábbis a riogatás szintjén, de rá tudják venni a döntéshozókat arra, hogy elfogadják az olyan globális javaslatokat, mint amilyen például az egészségügyi világszervezet pandémia szerződése volt. Ezt azért támadják oly sokan, mert korlátozná számos szabadságjogát az embereknek, és egy olyan kontrollrendszert vezetne be, amely számos területen korlátozzá, nem csak az egyének, de a nemzetek szintjén is a szerződés hatája alá esőket. Mások viszont arra emlékeztetnek, hogy ilyen jellegű prognózisokat már évtizedek óta végeznek egészségügyi szakemberek, hogy ezzel tudják azonosítani a legfontosabb kérdéseket és megoldási opciókat egy jövőbeni járványkrízis esetében. A gondos csak az jelenti, hogy az, szintén az előkészület jegyében kezdtek el kísérletezni, a különféle halálos patogénekkel, köztük a Wuhani laborban is, ahonnan egyébként a jelek szerint a Covid vírus is kiszabadult. Közben komolyabb tüntetések is kezdetét vették a svájci Davosban, ahol helyi tudósítók szerint a demonstrálók egy része bohócnak öltözött. A tüntetők jelentős része baloldali aktivista, akik az antikapitalizmus jelszavai alatt vagy rigmusai alatt vonultak fel a Davoszi Fórum ellen. Elmondásuk szerint a politikai és gazdasági elit ideje lejárt, ezért fel kellene adniuk azt, hogy megpróbálják mindig megoldani mindegyik válságot és háborút, főleg úgy, hogy szerintük éppen, hogy ők felelősek a válságok előidézéséért. De tiszteletet tették a fórum előtt a vándor madarak névre hallgató klímaaktivisták is, akik egy időre még a forgalmat is igyekeztek megakadályozni a svájci kiskváros egyik útján. Őket a rendőrök tessékelték arrébb vasárnap délután a klímaaktivisták azt vetik az elit szemére, hogy miközben ők rendszeresen egyeztetnek a klímaváltozással kapcsolatosan, a Davos-i csúcs találkozóra szinte minden izben olyan magángépekkel érkeznek, amelyek súlyosabban szennyezik a környezetet, mint egyes átlagembereket sújtó intézkedések, amelyekről vitatkoznak. Ha bár rengeteg a kritikusa a világgazdasági fórumnak, úgy tűnik, a fiatalabb generáció nem tartja olyan rossznak a dávoszi csúcsot, mint gondolnák. Egy friss felmérés a Jugov készítette, azt mutatta ki, hogy a nyugat-európaiak 54%-a kifejezetten optimista azzal kapcsolatban, hogy az elit összegyűlik Davosban. Korosztály szerint pedig a Z generáció tűnik a leglelkesebbnek, 10-ből 6-an vélik úgy, hogy a vezetők kifejezetten jobbá tehetik a világot a Davosban zajló egyeztetések nyomán. A legfontosabb Davoszi témákról, fejleményekről, helyszíni történésekről további podcast-adásainkban számolunk majd be. Ajánlom a figyelmükbe a hetek friss lapszámát is, amelyben most részletesen is foglalkozunk a Lengyelországban történt pucszerű eseményekkel. Interjúztunk a volt külügyminiszterrel, Ján Ziedzicákkal is, aki egészen sokkoló részleteket árult el arról, hogyan akadályozták meg a lengyel elnököt abban, hogy visszatérhessen a palotájába a letartóztatások ideje alatt. De nyilatkozott a lapunknak Szoboszlai Dominik is, de ugyancsak ajánlom a most induló sorozatunkat az iszlám Európa elleni invázióiról, amelyből az elmúlt 300, 1300 évben három is volt. Nagyon tanulságos az írás, a napjainkra nézve is. A lapot kérje az újságárusító helyeken, vagy rendelje meg a hozzáférését a hetek.hu per előfizetés oldalon. Felhívom a figyelmüket arra is, hogy még pár napig tart a hetek előfizetői nyeremény akciója, amelyel nem csak kedvezményes áron juthat hozzá a lapszámokhoz, de akár egy Toyota Aygo X márkájú személyautót is nyerhet valamint ajánlom a hetek új kiadványát, a képbehúzót is, ami egy 144 oldalas tematikus magazin, a nyugati keresztény témáját járja körbe, elemzésekkel, exkluzív interjúkkal, infografikákkal. A magazin megrendelhető a hetek.hu per könyvek oldalon. Köszönöm a figyelmüket, ha tetszett ez a podcast, kérem iratkozzanak fel a YouTube csatornánkra, amelyet közel 53 ezeren követnek, és állítsák be az értesítéseket is a csengőgomb megnyomásával. Ha szeretnéd támogatni további podcastjaink elkészültét, ezt is megteheti a videó is sávban található köszönetgomb megnyomásával egy tetszőleges összeget kiválasztva. Vigyázzanak magukra!